Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A magyar népi irodalomról fogok beszélni. A magyar népi irodalom kezdete a trianoni katasztrófához nyúlik vissza. Ekkor ugyanis a felnövő fiatal nemzedék itt találta magát egy szétdarabolt országban és egy iszonyú nyomorult körülmények között élő alulsó Magyarország közepette. Úgy gondolták, hogy valamit tenni kell, lehetetlen, hogy a magyarság nemzeti létében is és szociális érzékenységében is ilyen mélyponton maradjon. A népi írókat ez a törekvés fogja össze, az tehát, hogy nemzeti és szociális igazságot tegyenek, és hogy demokratikus társadalomrendező elvek alapján hozzanak létre egy új nemzeti tudatot, mert a magyar nemzeti tudat leszűkített tudat volt. Európa boldogabb országaiban a nemzet tudata évszázadok alatt alakult ki, és magába foglalta az egész nemzetet. Magyarországon ezzel szemben az alulsó néprétegeket, a parasztságot, a munkásságot nem tekintették a nemzet tagjának. Nos, a népi írói mozgalom és a népi írók abban az egyben egyetértettek mindenkor, hogy egy új nemzettudat kell, amelyik az alulsó néprétegeket is magába foglalja. Kik voltak ezek a népi írók? Származás, műveltség, ízlés tekintetében rendkívül sokféle társaság volt. Származásuk szerint nézve egyik részük a parasztságból indult, de hamar iskolák alapján értelmiségi pályára jutott. Erdélyi József, I.S. Gyula, Tamási Áron, Kovács Imre, Darvas József említhető itt sok mással együtt. A másik csoport nem jutott iskolákba, a mélyvilágból jött, és önműveléssel jutott az írói pályára Veres Péter, Sinka István, Szabó Pál, említhető itt leginkább. Persze ezek is sokkal többen voltak. És van egy harmadik csoport, akik a középosztályból származtak, többnyire vidéki értelmiségi családból, de átérezték a magyar nép sorsát, és teljes személyiségükkel odaálltak ennek a szociális és nemzeti gondolatnak a segítésére. Németh László, Kodolányi János, Féja Géza, Gulyás Pál és Szabó Zoltán, hogy néhány példát mondjak itt is. A népi írók ideológiai szempontból is nagyon különböztek egymástól. Voltak baloldaliak, legtöbben úgymond középen álltak, és voltak olyanok is, akik a jobb oldalra kerültek. Különféle módon keresték a magyarság boldogulását, ezért óriási viták voltak közöttük is. A népi írók úgy látták az 1920-as évek végén, 30-as évek elején, hogy a magyarság segítésére először a parasztságot kell valamiképpen ebből a mélyvilágból kiemelni. A parasztságot kell iskolákhoz, művelődéshez, elsősorban földhöz és emberi jogokhoz juttatni. De óriási tévedés azt gondolni, hogy a népi irodalomnak csak a parasztság volt a gondja. A népi irodalom minden időben megkereste azt a legfontosabb nemzeti, közösségi gondot, problémát, azt a sorskérdést, amivel szembe kellett nézni. A parasztságnak a problémaköre csak egyik témája volt a népi irodalomnak. A népírók, mint említettem, nagyon szorosan kapcsolódtak a nemzet kérdéseihez, a nemzet sorsához. Nagyon fontosnak tartották a nemzeti érzést, a nemzeti összetartozás érzését. I.S. Gyula szinte kategórikusan mondta, hogy a nemzeti érzést nagyon fontosnak tartjuk. El tudunk képzelni embereket, akikből hiányzik, még tisztelni is tudjuk őket, de tiltakozunk az ellen, hogy a nemzet nevében olyanok cselekedjenek és szóljanak, akikből hiányzik a nemzeti érzés,
Ezek ugyanis becsapják a többi nemzetet is, becsapják a saját nemzetüket is, és önmagukat is becsapják. A népirodalomnak tehát nagyon fontos küldetése volt az, hogy a nemzet sorskérdéseivel szembenézzen. Nagyon fontos, hogy a népi irodalom a népen, tehát nem a parasztságot értette, hanem a népet nemzetbe akarta emelni, és az új nemzeti tudatnak a nemzet minden rétege, minden része tagja volt. Németh László arról írt, hogy Homérosz, Dante, Shakespeare, Goethe és Petőfi lehet arra a példa, hogy az irodalomban egy-egy népnek az egyénisége fejeződik ki legtisztább mélységben. És Gyula is sokszor beszélt arról, hogy a világ összefügg, nem tesz senki jót a saját nemzetének, hogyha más nemzeteket nem segít igazán. Tehát a népi irodalom mindenképpen egy nemzeti, tághorizontú világot teremtett. A nemzeti érzés és a szociális érzékenység mellett a népi irodalomnak nagyon fontos gondolata volt az, hogy az irodalomnak vissza kell adni a személyiségért való cselekvés lehetőségét. Az irodalom legyen a közösség formálásnak az eszköze, ezért a népírók nagyon határozottan kifejtették a maguk elgondolását a cselekvő irodalomról. Törvény az, hogy Ludas Matyi és János Vitéz előtte járjon Széchenyinek és Kossuthnak, mondta Németh László, és arról beszélt, hogy áruló lennék, ha csak író akarok lenni. Az újítás, a merészség nem csak az irodalomban esedékes, hanem a társadalomban is, és ott esedékes először és igazán. Tamási Áron pedig azt vallotta, hogy ember és sorstársaival együtt az író nem csak azért felelős, amit írásban vagy szóban mond, hanem azért is, amit hallgatása fölött az ő népével cselekszenek. Veres Péter, aki a történelmi jelenlétet választotta, azt hangsúlyozta, hogy a személyiség boldogságát nem a közösségen kívül, hanem a közösségön belül kell keresni. A népírók főtörekvése tehát szociális érzékenység, nemzeti felelősségtudat, ugyanakkor cselekvő történelmi jelenlét. Az irodalomnak visszaadták azt a rangot, hogy az emberi sors formálója. Természetesen ez a cselekvő szándék nagyon sok vitát, ellenvetést is kiváltott. Három ilyen gondolatra kell itt föltétlenül röviden utalnom. Ez az egyik a népiség és a népiesség megkülönböztetése. A népiség, mint említettem, mélyről jövő szellemi, politikai törekvés, amelyik az egész országot új szintre akarja emelni. A népiesség esztétikai elv, amelyik a népköltészet eredményeihez hajol vissza. A népiség tehát belülről jövő spontán cselekvő magatartás, míg a népiesség esztétikai jellegű elsősorban és nem ragaszkodik történelmi szintű cselekvéshez. Természetes, hogy a népiség és a népiesség között érintkezés is lehet, hiszen már Babits is szólt arról, hogy nagyon nagy szükség volt ugye a nyugat mozgalom és az avantgard mozgalom után a népi formák fölelevenítésére, korszerűsítésére. Tehát össze is kapcsolódhat a népiség és a népköltészet ösztönzése, de a népirodalomnak a fő törekvése, hangsúlyozom, ez a cselekvő, politikai, szellemi értelemben cselekvő, életalakító irány. Sok máig elintézetlen vita van a népi és urbánus ütközés miatt. Nagyon bonyolult kérdéskör ez, itt csak jelezni tudom, hogy én miben látom ennek a lényegét. Ez pedig az, hogy a népi mozgalom, a népi írók a nemzet kérdéseit fontosnak tartva a nemzeti radikalizmusnak voltak a képviselői. Tehát gyökeres változást akartak Magyarországon, de ezt úgy akarták, hogy a nemzet sorskérdéseivel is foglalkoznak, szembenéznek. A szociális bajokat sohasem helyezték a nemzeti bajok fölé, a nemzeti bajokkal pedig nem voltak hajlandók eltakarni a szociális problémákat. Tehát a nemzeti radikalizmus hívei voltak.
szemben a baloldali radikalizmus képviselőivel, akik a nemzeti szempontot teljes egészében mellőzték. Ez a lényege a népi urbánus vitának, később aztán ez fedőneve lett nagyon sok rossz ellentétnek, és mindmáig fertőzi igazában a magyar szellemi életet. Nos, ebből a cselekvő magatartásból következett az is, hogy a népi írók a magyarság külön útját keresték. Látták a 20-as években fiatal Németh Lászlóék, hogy itt nagy baj van ebben az országban. Szemben áll egymással egy rossz jobboldal és egy rossz baloldal. Egy harmadik Magyarországot képzelt Németh László, aztán látta, hogy a feudalizmus és a szocializmus eszméi állnak szembe egymással, ekkor egy harmadik oldalt próbált választani, majd később a fasizmus és a kommunizmus rémével szembenézve megfogalmazta a harmadik út gondolatát. A népi írók a magyar történelemből a két pogány közt egy hazáért küzdő Zrínyi példájából is azt tanulták, hogy egy külső hatalomhoz való igazodásunk soha nem segítette a nemzeti boldogulást. Tehát ezért keresték a magyarságnak azt az útját, amelyik a magyar hagyományokból, a magyar igényeknek megfelelően bontakoztatható ki. Így fogalmazta meg tehát Németh László elsősorban a harmadik utat. Ez a harmadik út, tudjuk, később átok szó lett, de ez nagyon mély elgondolás, mert a nemzet sajátosságaihoz illő magatartásnak a kialakítása. Nincs itt mód ezt hosszan részletezni, de engedjék meg, hogy utaljak arra, hogy nem csak Németh László, az utópiákkal szívesen foglalkozó zseni választotta a harmadik utat, hanem 1945-ben a reálpolitikus kiváló elme Bibó István is, amikor a magyar demokráciának a válságáról nagy tanulmányt írt, kétféle félelem között szenvedő magyar demokrácia válságáról, akkor Bibó István határozottan kifejtette azt, hogy aki Magyarországot szovjet tagállamá akarja tenni, az hazaáruló. Aki Magyarországon Habsburgot akar restaurálni, az is hazaáruló. És aki Magyarországot az elé a téves választás elé akarja állítani, hogy csak e kettő között választhat, az kétszeresen hazaáruló. Mert e kettő között ott van a harmadik, az egyedül helyes út, a belsőleg egyensúlyozott, nagyon fontos, belsőleg egyensúlyozott, de radikális reformpolitikát folytató, demokratikus, független, szabad Magyarország útja. Demokratikus, független, szabad Magyarország útja. Gyönyörű eszmény 1945-ben. Tudjuk, a történelem félresodorta, akkor nem valósulhatott meg, de mint eszmény mindmáig él a magyarságban, és időről időre meg is jelenik. Nos, a népi írók ahhoz, hogy társadalom és nemzet megmentő törekvéseiket minél szélesebb körben elterjesztessék, természetesen mozgalmat kellett, hogy szervezzenek, közösséget kellett, hogy szervezzenek. Ennek a közösségszervezésnek Németh László az egyik legnagyobb alakja, aki a 20-as években kritikusként nagyon gyorsan felfedezi, hogy az új nemzedékben a szociális és nemzeti érzékenység együtt látható sok-sok író munkásságában, és Németh László már 1928-ban tanulmányt ír Népiesség és népiség címmel, és a népiségnek azt a fogalmát határozza meg, amiről szóltam, amelyik tehát társadalmi, politikai cselekvés is. Majd új reformkor felé írásában bontja ki tovább az elképzeléseit, és összejönnek a fiatalok, hiszen Magyarországon sok-sok ifjúsági mozgalom, protestánsok, katolikusok egyaránt azért keletkezett, mert az ország helyzetén ők is segíteni akartak. Nos, a népi írók ezeknek a mozgalmaknak is programot adtak. Összejöttek már 1929-ben, a fiatalok, ott volt még József Attila, Szabó Lőrinc is, Ily és Németh László és a többiek Budapesten, és Németh László már ekkor is
az új nemzedéknek a programját ismertette Népi Író című előadásában. A népi irodalomnak a mozgalommá szerveződésében azonban Debrecennek különösen nagy szerep jutott, ugyanis Debrecenbe jöttek először úgy népírók, hogy már eleve nemzedékként akartak föllépni és bemutatkozni. A debreceni aditársaság meghívására, Gulyás Pál és Juhász Géza meghívására érkezett 1931. november 29-én Debrecenbe Németh László, Ijés Gyula, Kodolányi János, Erdély József és Szabó Lőrinc. Itt ismerték föl, hogy közös a törekvésük, hogy valamit cselekedni kell. Debrecen ezután nagyon fontos lett a népi mozgalom történetében, hiszen Debrecenben írta meg Németh László a debreceni KT című programadó esszéjét, és Debrecenben jelent meg a népi írók nemzedéki folyóirata, a Válasz. A népi íróknak a szerveződésében az 1933-as esztendő nagyon fontosnak bizonyult. Nem csak Németh László debreceni KT-ja miatt, hanem azért is, mert ekkor publikálta Ijés Gyula a Nyugatban Pusztulás című esszéjét, amelyikben döbbenetes erővel adott számot arról, hogy mit látott Zengővárkonyban Fülep Lajos vendégeként, arról, hogy a dunántúli magyarság iszonyú mértékben fogy, a németek ugyanott terjeszkednek, tehát egy pusztuló nép a magyarság, így és ez drámai erővel közölte a Nyugatban, óriási vitát, ankétet váltott ki az ő nyilatkozata. Ebből is látjuk, hogy az irodalomnak óriási ereje van, hiszen erről a problémáról írt Fülep Lajos is, meg írtak mások is, de senki nem figyelt rá. Amikor azonban így és drámai erővel bedobta a magyar köztudatba, akkor azonnal nagy téma lett ez, és nem lehetett tovább kikerülni. Nos, a népi írók keresték mindig is a cselekvésnek, a történelmi érvényű cselekvésnek a lehetőségeit. Ezért például 1935-ben részt vettek egy találkozón Gömbös Gyulával is. Emiatt rengeteget bántották őket, noha a hiteles dokumentumok igazolják, hogy nem egyezkedés véget mentek oda, hanem kizárólag azért, hogy a miniszterelnöknek kőkeményen elmondják, hogy tarthatatlannak látják az ország állapotát. Köztudott ugye, hogy Móricz Zsigmond egy fényes, üres étlapi kártyára gépelte rá egy nyomorult munkásnak a heti étrendjét, és ezt adta át Gömbös Gyulának, és a többiek is nagyon élesen magyarázták, mutatták meg neki az ország tarthatatlan állapotát. Gömbös azt mondta másnap róluk, hogy ezekkel nincs mit kezdeni. Ők is úgy látták, hogy a Gömbös által meghirdetett reformok, hamisságok, teljesen eltévesztett út az, hogyha valaki ebben bízik. Nos, a népírók egyre inkább tömegeket vonzottak, előadásokat tartottak. A mozgalomnak egyik csúcspontja lett a Máciusi Front. 1937. március 15-én a Nemzeti Múzeum előtt Kovács Imre, a népi írói mozgalom egyik jeles alakja, hirdette ki a Máciusi Front 12 pontját, amelyik nagyon sokban hasonlított az 1848-as máciusi törekvésekhez, függetlenséget, földreformot, a munkásság és a parasztság érdekeinek az egységét, a dunamenti népek összefogását és határozott antifasizmust hirdetett. Ez volt az egyik nagy pillanata a népi mozgalomnak. Utána sokféleképpen próbálták szervezni a közönséget, de a háború megakadályozta, és a külső körülmények megakadályozták azt, hogy a mozgalom nagyívűen tovább bontakozzon. Azonban szó nincs arról, hogy föladták volna az elveiket, szinte vakmerő tettet hajtottak végre 1943. augusztusában, a második szászói konferencián, amikor azért jöttek össze, hogy számot adjanak az ország állapotáról, és megfogalmazzák a maguk elgondolását arról, hogy a történelemnek ebben a rettenetes helyzetében mit lehet tenni, mit cselekedjen a magyarság. Ekkor azonban már ugye nagyon nehéz helyzet volt történelmileg, feszült állapot, a nézetek is nagyon különböztek. A két szélső álláspontot
Erdei Ferenc és Németh László előadása fogalmazta meg. Erdei Ferenc azt mondta, hogy itt csak a fasizmus és a szocializmus között lehet választani, és a magyarságnak nincs más útja, mint a szocializmust választani. Ezzel szemben Németh László azt mondta, hogy a fasizmus és a kommunizmus a magyarság számára egyaránt járhatatlan, és Németh László itt is kifejtette a harmadik út elgondolását, mondhatni önfeljelentés számba menő vakmerőséggel. Azt mondta Németh László, hogy mind a kettő veszélyes, a magyarságnak a maga külön útját kell járnia. Azóta is vita téma a II. Szászói konferencia, mi volt helyes, mi volt nem helyes. Kovács Imre később úgy látta, hogy a probléma megvilágításában Németh Lászlónak volt igaza, a pillanatnyi helyzet megítélésében azonban Erdei Ferencnek. Sokféleképpen vélekednek mindmáig erről is. Németh László nem gondolta azt, hogy a szovjet győzelem elkerülhető, csupán azt akarta, hogy akármi van, a magyarság próbálja megőrizni a maga szuverenitását, próbáljon maga lenni. Ugye itt is elmondta Németh László a híres példáját, ugye Új-Guineáról, hogy arról vitatkoznak, hogy mi legyen a pápuák országával, és föláll az egyik párt, és azt mondja, hogy legyen az angoloké, majd föláll a másik, és azt mondja, hogy csak a hollandok alatt lehetne boldog. És föláll valaki, a harmadik, és azt mondja, hogy Új-Guinea legyen a pápuáké, tehát legyen önmaguké, legyen a sajátjuk. Ez a harmadik út, mondta Németh László. Nos, a Németh Lászlónak az itteni kiállását olyan értelemben nagyra értékeli a későbbi tudomány is, hogy az eszményt akkor is megvilágította, amikor arra pillanatnyilag nem volt lehetőség. Az utópiáknak egyébként az a természetük, hogy tovább élnek a lélekben, akkor is, ha adott történelmi helyzetben nem valósíthatók meg. Nos, a népi írói mozgalom a maga elveinek a minél szélesebb elterjesztése érdekében természetesen megteremtette a maga fórumait is. Folyóiratait, könyvkiadóit. Németh László volt a nagy mozgalom szervező, bár magát soha nem nevezte a mozgalom vezérének, sőt ettől el is zárkózott, de ő már 1932-ben nemzedéki folyóiratot szeretett volna szervezni, de amikor ez akadályokba ütközött, akkor megalkotta egyszemélyes folyóiratát, a Tanút, amelyet 4 éven keresztül egyedül írt, és ami nem csak tanúság arról, ami van, hanem bizonyságtevés arról, ami örök, azon túl, hogy írás, erkölcs is, mondja Németh László. Tehát a Németh Lászlói eszmény, megint érdemes megfontolnunk, a Németh Lászlói eszmény az, hogy az írás erkölcs is. A Tanú 17 számában, 4 évfolyamában, olyan eszményeket adott a magyarságnak, amelyektől azóta sem kell szabadulnunk, mert a minőség eszménye, az értelmiségi társadalom eszménye olyan a fölemelő érzés és fölemelő gondolat, amelyikhez kapcsolódni kell. Az egész magyarság megreformálásának a gondolatait kifejtette. Sok utopisztikus elem is volt ezekben, de nem ez a fontos, hanem az a hatalmas törekvés, amivel Németh László dolgozott. Nos, sorba alapították a következő évben, ugye Debrecenben, 1934-ben a Válasz című folyóiratot, amelyik már nemzedéki folyóirat volt, és amelyiknek a magyar helyzetismeret és az európai távlat volt a jelmondata, és a márciusi frontnak is nagy segítője lett. Majd 1935-ben megalapították a Kelet népét, azt a folyóiratot, amelyiket Szabó Pál aztán Móricz Zsigmondnak adott át. A Kelet népében kezdte közölni Németh László az Iszonyt, itt jelent meg Móricz Árvácskája, tehát ez is értékes folyóirat volt. És külön érdeme volt, hogy 1938-ra, amikor a Választ beszüntették, fölnőtt annyira, hogy a Választ teljes szerzőgárdáját is átvegye. Aztán ugye
Babits Mihály halálakor megszűnt a Nyugat, és akkor I. és Gyula Magyar Csillag címen folytatta a Nyugatot, de úgy, hogy egyesítette a Nyugat esztétikai törekvéseit és a népi folyóiratoknak, a Tanúnak, a Válasznak, a Kelet népének a nemzeti elkötelezettségét, így és csodát művelt a Magyar Csillaggal, összefogta a jobbak szekértáborát, származásra, fajra való tekintet nélkül, minden tehetséges magyar írót közölt, mint egy személyben, és ez a folyóirat tüntetett mindenféle kirekesztés ellen. Majd ugye 45 után újra szervezik a Választ, I. és Gyula szerkesztésével, de hát 2 év után a Válasz eltűnt kényszerűen. Meg kell itt említenem még azt, hogy a népírói mozgalom történetében különleges szerepe van Püski Sándornak, és a Magyar Élet kiadónak. Püski Sándor hozta létre azt a kiadót, amelyik a népírói mozgalom tagjainak a műveit kiadta. Több mint 70 művet jelentetett meg 4-5 év alatt, például a Minőség forradalmát Németh László hatalmas munkáját, ugye több mint 7000 példányban adta el, és Püski Sándor volt az, aki hatalmas tömegeket tudott mozgósítani. A második Szászói konferenciát is ő szervezte meg, de nevezetes könyvnapja is a mozgalom jelentős eseményei voltak. Nos, ennyit a mozgalmi részről, nézzük. Mit hozott az irodalom? Mit hozott a szép irodalom? A népi irodalom nem esztétikai kategória, hangsúlyoztam, eszmei, gondolati, politikai. Esztétikai értelemben rendkívül sokfélék, színesek voltak a népi írók. Nagy törekvésük volt, hogy új irodalom szemléletet teremtenek. Ezért áttekintették a magyar irodalmi hagyományt, és a magyar irodalmi hagyományból azokat emelték ki saját eszményeiknek, akik a nemzeti sorsért felelősséget vállaltak. Adi volt erre a nagy példájuk, a magyar önismeret zsenie, ahogy Németh László írta, Móricz Zsigmond a maga realitás érzékével, hatalmas valóságismeretével, és hatott rájuk Szabó Dezső is indulatosságával, de ugyanígy elődeiknek tekintették kortársaikat, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, akik az archaikus paraszti kultúrának a magas kultúrába való emelésre adtak mintát, tehát a népi irodalom törekvéseit is segítették így módon. De átértékelték a történelmet is, a történelmünkből is azokra a mozdulatokra tették a hangsúlyt, amelyek a magyarság szabadság törekvéseit fejezték ki. Ezért például a kiegyezés utáni időszakot elhibázottnak tartották, viszont Dózsát és Petőfit, I. és Gyönyörű Petőfi könyvével is ugye eszményül állították. Minden műfajban értékes újszint hoztak a népírók, mégis két műfaj különleges szerepet kapott. Az egyik az önéletírás, önéletrajz, a másik pedig a szociográfia. A népi írók a sors nyomása következtében fiatalon kezdtek önéletrajzokat írni, mert ki kellett beszélni azt a sorsot, amiben éltek, és ezek az önéletrajzok, a Puszták népe, I. és Gyula könyve, Veres Péter számadása, Tamási Áron Szülőföldem című könyve, Sinka István Fekete Bojtár vallomása és a többiek egy addig ismeretlen világot hoztak be a magyar köztudatba. Ugyanígy a szociográfiák. A szociográfia a tudományos kutatásnak és a szépirodalomnak a társításával óriási lelki élményként jelenítette meg a társadalmi problémákat az olvasók tudatában. Ugye a Puszták népe, a Viharsarok, a Néma forradalom, a Tardi helyzet, és tovább a népírók valamennyien faluról származtak, az egyetlen Szabó Zoltánnak kivétel, kiki egy vidéket remekül ismert, annak nem csak a szépségeit, hanem a szociális gondjait is, fölosztották maguk között az országot 10 részre, és fölkutatták, föltárták a magyarság mélyvilágát, a népírói szociográfiák döbbenetes látleletet hoztak
az egész országról. Tehát nem lehetett tovább kikerülni, hiába börtönözték be a szociográfiák íróit, Féja Gézát, Kovács Imrét is, az ismeret már ott volt az emberek tudatában, és tovább hatott. Nos, a népi irodalom éppen közösségi törekvései miatt minden műfajban új értékeket hozott, esztétikai értelemben pedig bizonyos visszafogottságot, egyszerűségre, törekvést is megfigyelhetünk, hiszen hatni akart minél szélesebb közönségre. A népi irodalom hatalmas alkotói a két világháború között másfél évtizedben olyan szellemi csúcs teljesítményt adtak a magyarságnak, hogy irodalmunknak ma is egyik magaslati időszaka ez a másfél-két évtized. Itt most egy-két íróról beszélhetek csak részletesebben. Mindenek előtt Illyés Gyuláról, akinek a Puszták népe című könyve óriási változást hozott a magyar szemléletben. Babits Mihály is döbbenten olvasta, hiszen ő arról a tájról származott, és mint egy idegen földrész olyan volt neki, azt is bevallotta, hogy óriási bűntudat fogta el, amikor a Puszták népét olvasta. Bálint György egy ítéletként olvasta a Puszták népét, Németh László pedig valami népmélyi morajlást, igazságtevő morajlást hallott. Csészabó László pedig azt is megjegyezte, hogy az az ország, amelyikben százezrek élnek úgy, ahogy a Illyés Gyula megmutatta, az az ország gyönge és beteg, tehát itt valamit tenni kell. Nos, Illyés minden műfajában remek műveket alkotott, költőként az a különlegessége, hogy nagy verseinek sorában sikerült időről időre a magyarság legfontosabb problémáit személyes élményeként, személyes gondjaként kifejezni. A nem menekülhetsz az első generációs értelmiség felelősségtudatát, felelősségkínját szólaltatta meg. A kacsalábon forgó vár az alsó és felső világ groteszk ellentétét, a haza magasban a szellemi hazára adott mintát, a nem volt elég a fasizmusba került magyarság bűntudatát szólaltatta meg. A többi nagy verse is, a Bartók és a többiek mind-mind egy nagyon fontos problémakört ragadtak meg, úgyhogy a nemzeti tudatot is módosították. Nos, Illyés drámaíróként is azért fordult a magyarság nagy kérdéseihez, történelmének elintézetlen dolgaihoz, hogy mintát adhasson az arra, hogy hogyan lehet a történelem lehetetlen helyzeteiből is tovább lépni. Fáklya láng című drámájában, ugye Kossuth és Görgei hatalmas vitájában két nagy egyéniség, két igazság, de egymással szemben álló igazság szólal meg. Ez lakik hát benned, te szerencsétlen. Hadd nézzek a szemedbe! Te törpe! Nem lesz hatalmad rajtam. Nem züllünk betyárbandába az utolsó pillanatban. Az én hadseregem nem lesz erdőgúvó szegénylegénytábor. Az én katonáim katonák, és katonákhoz méltóan fogjuk befejezni. Katonákhoz méltóan teszitek le a fegyver! Magamnak nem kérek kegyelmet. Magam dobom áldozatul. A zsarnokok megszokták hálálni az ilyen szívességet. Júdásnak. Azt hiszed, pénzért teszem? Pénzért, gőbből, irítségből, mindegy! Végén pénzt is fogsz koldulni tőlük, hogy élj, hogy megélj, amikor becsületedben már a hullánál halottabb leszel. Gondolj a többi áldozatra, akik ezután esnének még el. Inkább a csatatéren dicsőséggel, mint megtalálsz a börtönfenekén, vagy vesztőhelyeken. De miért vesztőhelyen? A történelemnek egy olyan pillanatát láttuk, amikor az a tét, hogy folytatják-e a szabadságharcot, vagy megadják magukat, igaza van a hadvezérnek is, mert a hadvezetés matematika, de igaza van Kossuthnak is, aki a szabadságot tartja a legtöbbre, és Illyés
ezt a feloldhatatlan konfliktust viszi át a jövőbe, igazolva a szabadsághitet. A magyar történelmi drámáinak mindig egyetemes vonatkozása is van, egyetemes témái pedig a magyar sorskérdésekről szólnak. Így például Kegyenc című drámája, ugye az 5. századi Rómában játszódik, de nagyon is magyar problémát vizsgál, azt, hogy hogyan lehetett a zsarnokot szolgálni, hogyan lehet eljutni addig, hogy a személyiség önmagát is föladja egy zsarnok szolgálatában, és így és ennek a drámának messzehangzó üzeneteként azt mondja, hogy az embert megcsúfolva az Isten sem lehet szolgálni. Nos, így és életműve mellett legalább pillantást vessünk Németh Lászlóéra is. Németh László minden műfajában a magyarság fölemelkedését akarta. Trianon után úgy látta, hogy a magyarságnak a minőség lehet a menedéke, a kevesebb joga az élethez az, hogyha különb, mondta Németh László, és ezért eszéjének sorában is fölrajzolta a magyarság fölemelkedésének a lehetőségét. Szép irodalmi műveiben azonban azt vizsgálta meg sorra, hogy ez a lehetőség, ez a szép eszmény milyen óriási akadályokba ütközik az életben. A drámáiban is rendkívül összetett világot teremtett, egyszerre lélektani, társadalmi és mítikus magasságokba emelkedik. A három szféra egymást erősíti, az Iszony című regénye például már fölötte van a népi és urbánus vitáknak, mint ahogy az egész népi irodalom, mint említettem, nemzeti irodalommá akart lenni. Ugyanakkor a mély lélekábrázolás mellett ott van két világnak, a hanyatló gentrinek és a durva paraszti világnak az ütközése is Kárász Nelli és Takarós Anyi drámájában. Németh László a drámáiban is, társadalmi drámáiban, mint a Villámfénynél például, a legaktuálisabb problémát, az alulsó Magyarország megsegítésének a gondját vizsgálta, és azt nézte, hogy hogyan marad magára az az orvos, aki vállalja ezt a küldetést. Történelmi drámáiban az igazságkeresés hőseit látjuk. Ha a történelemben elbuktak is az adott pillanatban, később azonban igazolja őket az idő. Tehát Németh László egész életműve a minőség jegyében ad nagy mintát a magyarságnak. Más írókról csak egyet szólhatok itt. Erdély József visszahozta az egyszerűséget, a bonyolultabb formák után olyan költészetet teremtett, amelyik József Attilára épp úgy hatott, mint Babits Mihályra. Sinka István pedig az archaikus, a mítikus mélyvilágot hozta az irodalomba. Tamási Áron a székely szegénységet rajzolta rá a magyar irodalom térképére. Különleges látásmódjával, humorával, tragikum érzékenységével, a népi műformáknak, a gazdag ismeretével, és különösen azzal, hogy megalkotta Ábelben a székelységnek azt a mítosz hősét, aki János Vitézzel és Toldi Miklóssal egyenrangúként a magyar mitológiának része lett, az, aki elemi létküzdelmekkel van elfoglalva, de akkor is egyetemes emberi eszmékig emelkedik, aki a Hargitán egy magas fa tetejére kitűzi a szabadság zászlaját, és levagdossa lefelé jövet az ágakat, hogy ne vehessék le onnan a zászlót. Ábel az édesanyja sírjánál megfogadja azt, hogy a szegények zászlaját fogja védeni és követni mindig. Nos, ez az Ábel trilógia a szegény erdélyi magyarságnak a Trianon utáni három lehetetlen választását mutatja meg. Elmehettek a hegyekbe, föl a Hargitára, Ábel a rengetegben, vagy elmehettek cselédnek a városba, Ábel a városban, vagy elmehettek Amerikába, kivándorolhattak. És a három szféra fölé emelkedik Ábel, amikor keresi azt, hogy mi célra vagyunk a világon, és azt a választ viszi haza magával, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Nos, ez az otthon keresés a kisebbségi magyar irodalmaknak is egyik legfontosabb gondolata, de ez emeli Tamási Ábelét is mindmáig eleven olvasmányá, az tehát, hogy minden mesévé válik ebben a regényben, de mégis minden realitás. Tamásinak óriási érzéke volt ahhoz, hogy a játékot is bevigye az irodalomba, hogy
hogy játszva is mélységeket közvetítsen Rendes feltámadás című csodálatos novellájában a kisemmigezett szegények Énekes Ferenc és Énekes Péter azzal halnak meg, ugye, hogy majd a túlvilágon boldogok lesznek, majd a feltámadáskor igazságot tesznek. Egyszer aztán trombitálnak, és szólítja Énekes Péter az apját, hogy édesapám, gyerünk, itt a feltámadás. Mennek, szedik a csontokat, minden, de hát a feltámadáskor is a hátulra állítják őket, még az Úristen is hátraállítja őket, ezért aztán megtagadják a feltámadást, visszamennek a sírjukba, és bekiáltanak, hogy nekünk többet ne trombitáljanak. Nos, a Tamási féle szociális érzékenység és a játékosság így kapcsolódik össze. Másokról is hát egy-egy szót szólhatok, csak ugye a népírók közül, Kodolányi János az ormánsági novelláival egy mély világot mutatott föl, majd megírta a magyar középkor regényeit, végül a mítosz regényekhez ment, vagy Veres Péter, ugye a balmazújvárosi mély világot a munka poézisével hozta közel hozzánk, sült realista volt, mindent úgy mutatott meg, ahogy a valóságban tapasztalta, nagy elszántsággal változtatni akart ő is a világon. Szabó Pál pedig sokkal inkább a mesével próbálta színezni, föloldani, az életerőt próbálta sugározni. Vagy Szabó Zoltán, kitűnő esszéírója a népi mozgalomnak, azt tartotta, hogy szociális, szociográfiai ismeretek nélkül minden politika csak kuruzslás, ezért írt remek szociográfiákat, és ezért írta meg Szerelmes földrajz címmel a magyarság egyik legszebb könyvét, ahol a magyar tájak fölé az irodalommal rak hatalmas boltozatot a szellem erejével, mert azt gondolja, hogy minden képzet annyit ér, amennyit hozzá kapcsolunk lélekben, gondolatban. Szóval a népirodalom, csak jelzést adhattam itt belőle, rendkívül gazdag esztétikai értelemben is. Nos, mi lett a népirodalommal a II. Világháború után? Mi a népirodalom öröksége? Hát a II. Világháború után ugye nagyon rövid ideig azt hitték, hogy van lehetőség egy demokratikus világra, ez azonban hamar megbizonyosodott, hogy lehetetlen, és ekkor a népírók legjobbjai az ellenállás, a személyiség autonómia, a nemzet ellenállásának a képviselői lettek. Tessék arra gondolni, hogy I.S. Gyula 1950-ben megírta az Egy mondat a zsarnokságról című híres versét, amelyik a zsarnokságnak, az embertelen diktatúrának világirodalmi szinten is egyik legnagyobb kifejezése, tiltakozás ez ellen a zsarnokság ellen. Azt írja meg intenzív erővel, hogy ahol zsarnokság van, ott mindent áthat ez a zsarnokság, ott ugye belőled is bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Tehát nem lehet mindenki szem a láncba, nem lehet kikapcsolódni ebből, sőt, még a halálod után is a zsarnokság ítél róla, hiszen ott áll a sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál. Ezt a hatalmas verset ugye így és csak 56. november 2-án publikálhatta. Vagy a kötelező optimizmus idején, az 50-es években megírja Bartók versét, amelyikben hatalmas belső drámában mondja ki azt, hogy csak növeli ki, elfödi a bajt. Tehát mint egy korleleplezésként szólalt meg. De Németh László, mikor végre vásárhelyi korszaka után eredeti művet írhatott, akkor ugye Galileihez folyamodik, azt a Galileit idézi meg, akit arra kényszerített az inkvizíció, hogy vonja vissza a felfedezéseit, vonja vissza az igazságait. Nem kell talán említenem sem, hogy ez az inkvizíciós per a Rákosi rendszer idejét idézi meg. Még dokumentumunk is van erről, hogy ők is így gondolták. Rákosi Kálai Gyulával olvastatta el a Galileit, és kérdezte, hogy mit mond ez nekünk, és azt mondta Kálai, hogy a darab irodalmilag jó, de hát nagyon sok utalás van benne, amit a fasizmus idején a fasizmusra értettek, de minthogy népi demokráciában élünk, most a népi demokráciára értenék. Tehát a Kálai magyarázat is párhuzamot tett a fasizmus és a Rákosi rendszer közé,
ezzel, vagyis Németh László, amikor a diktatúrát mutatja Galilei sorsában, akkor közvetlenül a saját korához szól. 1956, tudjuk, a népírók nagy pillanata volt, úgy érezték, hogy 1848-1937, tehát a Márciusi Front, majd a Szászói Konferencia gondolatai valósulnak meg, a harmadik út megvalósítása lett számukra az 56-os forradalom, abszolút részt vesznek benne, ezért aztán a forradalom leverése után, ugye 58-ban párthatározat ítéli el őket, azért, mert nacionalistának minősítik őket, mert nacionalizmusukkal akadályozták a szocialista tudat kifejlődését, és egyenesen fölolják nekik, hogy szervezték az ellenforradalmat, úgymond. Nos, a népírói mozgalom, mint mozgalom természetesen szétesett, de a népírói öröksége, a népírók öröksége ma is nagyon elevenen él a magyar irodalom sok-sok részében, sok-sok rétegében. Nagyon-nagyon sok példát lehetne idézni, hadd emeljem itt ki Csóri Sándort, aki nagyon sok vonatkozásban viszi tovább a népírói törekvéseket. Tudjuk, a népíróknak a szociográfia volt az egyik nagy műfajuk. Nos, Csóri Sándor, amikor 1959-60-ban a magyar parasztságot belekényszerítették a TSZ-be, akkor Tudósítás a Toronyból című szociográfiájában a népírók legjobb szociográfiáihoz méltó művet alkotott, egyszerre szociográfiai tényeket és egyszerre lelki vallomást tett ebben a darabban. Tudjuk, hogy a népi íróknak a nemzetiségi kérdés mindig is nagyon fontos volt. A népi írók nem tudták elfogadni azt, hogy a magyarság egyharmada kívülrekedt a határon, tudatilag is a kommunista diktatúra lemondott a határon kívülrekesztett magyarságról, ezért a népi írók, elsősorban Íj és Gyula kezdetektől fogva, ahol csak tehették, szóvá tették ezt a képtelenséget, ugye nemzedékek nőttek föl úgy, hogy egy szót sem tudtak a határon túli magyarságról. Így és híres esszéi, kiállásai próbálták ezt a lehetetlen helyzetet oldani. Nos, ő hozzá, Csóri Sándor kapcsolódott ebben is, a kisebbségi magyarságért szóló esszéi óriási sort alkotnak, és a kisebbségi magyarság méltó emberi életéért emelnek szót. De Csóri Sándor volt az, aki tovább vitte a Németh Lászlói gondolatot arról, hogy a népi kultúra és a magas kultúra összeegyeztethető, tehát Németh László egy bartóki modellt fogalmazott meg. Nos, Csóri Sándor a modern európai költészetet vizsgálva, európai művészetet vizsgálva látta azt, hogy Picasso, József Attila, Bartók és mások a népi kultúrából milyen használható, erkölcsi és motivikus eredményeket hoznak, tehát Csóri Sándor ezek alapján egy új egyetemesség koncepciót dolgozott ki, egy organikus világszemléletet, amelyikben együtt van Szatmár Cseke és a New York-i felhőkarcoló, amelyikben együtt látja az egész magyarságot is, mindig európai horizontban, mindig európai összefüggésekben. De ugyanígy Csóri Sándor remek esszékben szólalt föl a történelem hamisítás ellen. Ugye a Magyar Apokalipszis című esszéje a II. Doni hadsereg tragédiáját tárja föl, azt, amiről Magyarországon hiteles képeket nem adhatnak. Csórinak az az alapvető gondolata 30 év óta, hogy az ő küldetése az, hogy megszüntesse a távolságot a fölismert és a kimondható igazság között. És ezért megy neki, mondhatnám néha szinte vakmerően minden olyan kérdésnek, amelyik valóságos kérdés, de amelyikről nem beszél. De hát hadd utaljak egy másik élő klasszikusra, Sütő András életművére. Kimutatható, hogy Íj és Gyula, Németh László, Tamási Áron az ő legnagyobb ösztönzői. Amikor 1970-ben megalkotta az Anyám könnyű álmot ígért című remek művét, a puszta kamarási kisvilágnak a rajzát Magyarországon mindenki mezőségi puszták népének nevezte, mert az Íj és
működési modell szólal itt meg, aprólékos számbavétele a létezésnek, az alulsó Magyarország létének, de ott az emelkedett írói szemlélet, amelyik a világkultúrával szembesíti a kisvilágot, és azt mutatja meg, hogy az emberi élet mindenütt olyan értékes, mint a nagyvilágban. Tehát Gergely bácsi főhajtása nem más, mint Galileié. Sütő András nagy történelmi drámáiban a Németh László és Illyés által kidolgozott nemzeti felelősségtől áthatott történelmi drámát viszi tovább, és az egész kisebbségi magyarság nevében szól a hőse, amikor azt mondja, hogy ha porból lettünk is, emberként meg nem maradhatunk az alázat porában. Tehát Sütő András a szűkebb közössége méltóságáért, sajátosságáért nagy drámák sorában szól, vagy engedjétek hozzám jönni a Szavakat című könyve, a magyar nyelv legszebb könyve, azt sugallja, hogy ne hagyjátok az anyanyelveteket, hiszen nyelvéből kiesve létének céljából is kiesik az ember. Erdélyi Változatlanságok című Debrecenben megjelent hatalmas könyve pedig azt tanúsítja az utóbbi 15 évről is, hogy most is az erdélyi változatlanságok idején erdélyi változásokért kiállt, egy kisebbség sorsát szeretné a kisebbségi autonómiák révén európai színvonalra emelni. Mindezek a gondolatok folytatják az Illyési Németh Lászlói eszményeket. De hát nagyon sok más íróra is utalnom kellene. Máshol tüzetesebben szóltam róla, Nagy László egész költői világa, a felelős cselekvésnek a világa, tehát az a fantasztikus nagy dolog Nagy László költészetében, hogy 3,5 magyar évtizednek szinte szociográfiailag is pontos rajza is megszólal ebben a költészetben, ugyanakkor egy hatalmas személyiség ítélkező, jobbat akaró magatartása, kemény metaforákkal menni az álság falai ellen vallott a Nagy László, de Kányádi Sándor krónikás énekei fától fáig araszoló kisfiúja és a nemzetiségi sorsnak a kifejezése, miközben nagyon mély emberi létkérdéseket is tárgyal. Rengeteg írót kellene említenem. Tornai Józsefet, aki Veres Péter énekeket írt, Tamás Menyhértet, aki a bukovinai székely sorsot költészetében, prózájában egyaránt nagyon gazdagon föltárja, vagy Ág Istvánt, aki a népírókról remek esszéket írt, vagy Utasi Józsefet, Váli Fábián Lászlót, aki Illyést versben szólítja ma is. Egyetlen íróra hadd utaljak befejezésképpen, egy kiváló középnemzedékbeli költőre, Nagy Gáspárra, aki az erkölcs és esztétikum mai megvalósulásának a lehetőségét mutatja meg, akinek az életműve egyértelműen Németh László, Illyés, Tamási Áron és nagyon erősen Bibó István nyomdokain halad. Így alakított ki Nagy Gáspár egy olyan félelem nélküli tájat a maga költészetében, amelyikről ma is erkölcsi és szellemi, politikai változtató erő tudott lenni. Meg tudta írni rendszerváltó nagy verseit, ugyanakkor olyan belső erkölcsi tartással ítéli meg az utóbbi másfél évtizedet is, hogy mondhatnám, valamennyien példát vehetünk tőle a tiszta cselekvésre is, az irodalom autonómiájának és a közösségi felelősségvállalásnak a példáját is. Ma is azt üzené nekünk, hogy nem méltó hozzánk már a félelem azok után, amit átéltünk. Tehát a félelem nélküli létnek a parancsát üzené az a költő, aki a népírókat ma is töretlenül tovább viszi. A népírói mozgalomnak, a népíróknak, tehát az a legmélyebb üzenete nézetem szerint, hogy felelősek vagyunk a sorsunkért, és az irodalom is felelős annak a nemzetnek a sorsáért, történelméért, amelyikben az írók élnek. Nagyon sokféle más irodalmi törekvés is van, ezek nem ellenségei egymásnak, hanem kiegészítői, mindegyiket meg kell becsülnünk, azonban azt vallom, hogy ez a közösségi felelősségtől áthatott irodalom nem időszerűtlen, hiszen az európai történelemben nemzeti közösségként fogunk helytállni, vagy alul maradni. Köszönöm szépen a figyelmet!